Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. A bizar az egész világban az szerintem, hogy a legtöbb ember soha nem fog rájönni arra, hogy mennyire félreértette az egész életet és félreismerte a valóság. legtöbben leélik az egész életüket egy álomvilágban, és azt gondolják, hogy az a valóság természetesen. Az oka ennek az, hogy a világ kitalált különböző rendszereket annak érdekében, hogy a társadalmat sötétségben és tudatlanságban tartsa. Szépen lassan az évszázadok, évezredek során az ellenség és azok, akik uralják és irányítják ezt a világot az ő segítségével kifejlesztették a tökéletes társadalmat, ahol szinte kivétel nélkül mindenki tudatlanságban él. Ezeket a rendszereket már lelepleztük számtalanszor a korábbi videókban. Ha valaki esetleg átsiklik ezen a szűrőn, úgy értem, hogy ezeken a nagy rendszereken, akkor még mindig vannak további biztonsági intézkedések, amelyek megakadályozzák, hogy az emberek eljussanak a valóságig. Az egyik természetesen az, hogy ez egy összeesküvés elmélet, és te meg vagy őrülve, vagy szélsőséges vagy, vagy extrém, rémeket látsz, vagy ilyen nincsen, ez nem lehet, ezt mindenki tudja és az ezek által generált szégyen, illetve az, hogy az ember ki fog a társadalomból, visszatartja a legtöbb tagját annak. Attól, hogy egyáltalán merészeljen kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban, ami általánosan elfogadott úgynevezett bölcsesség vagy tény. A következő Gillette hirdetés egy iskola példája lesz annak, hogy a propaganda, illetve a társadalomnak az alakítása és szerkesztése hogyan működik a gyakorlatban azért, hogy mindenki megértse, legalábbis az a néhány ember, akinek megadott az értelem ehhez, hogy ez a folyamat nagyon-nagyon régen elkezdődött, és nálunk sokkal-sokkal intelligensebb és informáltabb emberek alakítják az életünket. De mielőtt tovább haladnánk, nézzük meg ezt a reklámot. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Is this the best a man can get? Is it happening here a problem. We can't hide from it. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But be something boys. finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. Months, ...but she says... the And there will be no going back. Because we... ...we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act. The right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big. men And small. I am strong. I am strong. But some is not enough. It's so, not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men. Mielőtt belevágnánk ebbe a reklámba és ennek az elemzésében, néhány dolgot hagyd mutassak meg azoknak, akiket érdekel, hogy hogyan is működik a világ valójában. Nagyszerű lenne, ha mindenki megpróbálná megtanulni ezt a kifejezést, social engineering. Politikai értelemben a social engineering annyit tesz, hogy a társadalom machinálása vagy manipulálása. Engineering egyébként magyarul mérnöki munka, mérnökség, műszaki vagy pedig technika. Azonban a másik jelentése fondorlat, mesterkedés, mahináció. Social engineering, tehát társadalmi manipuláció, mahináció, vagy pedig fondorla. Mindenki ismer szereplőket ebből a körből, úgy mint social engineering, például Henry Kissinger, kinek könyve, címe az új rend, a New York Times bestseller listáján landolt. De itt van még egy, ez pedig Zbigniew Brzezinski, aki Barack Obama mentora volt évtizedekig, és akinek egyik könyve például a Nagy Saktábla, melynek alcíme egyébként amerikai elsőség és ennek geostratégiai következményei. Social engineering, azaz a társadalomnak a mahinálása vagy manipulálása, egy valós jelenség, és mindannyian ennek estünk áldozatul, ez az egyébként, amit propagandának vagy agymosásnak hívunk. Social engineering egyébként egy társadalom tudományi tan, azon erőfeszítésekre utal, melyek befolyásolni kívánják a társadalom hozzáállását és viselkedését bizonyos témákhoz, az erőfeszítések mögött állhatnak kormányok, a média, vagy pedig magáncsoportok, annak érdekében tevékenykednek, hogy elérjék a kívánt jellemző kialakulását a cél populációban. Filozófiai értelemben ez a jelenség azt jelenti, ahogyan az új társadalmi struktúra alakítóinak céljai és szándékai megvalósulnak. E társadalom manipuláció alakítói és végrehajtói tudományos módszereket használnak annak érdekében, hogy elemezzék és megértsék a társadalmi rendszereket, és ennek a megértésnek segítségével a megfelelő módszereket kidolgozzák annak érdekében, hogy a kívánt eredményt el tudják érni a társadalom vagy a csoport tagjaiban. Social Engineering egyébként egy adat alapú tudományos rendszer, amit annak érdekében hoztak létre, hogy a világunk természetes és emberi erőforrásait úgy tudjuk menedzselni vagy felhasználni, hogy ez a legmagasabb fokú szabadságot, jólétet és boldogságot okozza az emberi társadalomban. Hogy mutassak egy részletet Edward Bernays Propaganda című könyvébe 1928-ból. A tömegek rendszeres szokásainak és véleményének tudatos és intelligens manipulációja egy fontos eleme a demokratikus társadalomnak. Ezzel kezdődik ez a könyv. Edward Bernays egyébként Sigmund Freud unoka öccse volt, és akit érdekel mindenképpen nézen utána, hogy ki is volt ő pontosan, és akkor meg fogja érteni, hogy miért is olvasom ezt fel. Azok, akik a társadalomnak ezt a láthatatlan mechanizmusát manipulálják, gyakorlatilag egy láthatatlan kormányt alkotnak, amely az igazi uralkodó osztálya és hatalma az országnak. Egy kicsit, hogyha előrébb ugrunk, akkor még egy bekezdést mindenképpen meg szeretnék mutatni. Kormányzóink született vezetők. Emellett szintén rendelkeznek a képességgel, hogy biztosítsák a társadalom számára a szükséges elképzeléseket és ötleteket, Valamint kulcs pozíciót foglalnak el a társadalmi struktúrában vagy rendszerben. Bárhogyan is szeretnénk hozzáállni ehhez a jelenséghez, az egy tény marad, hogy életünk majdnem minden cselekedete akár a politikában, akár az üzleti életben, akár társadalmi viselkedésünk, vagy etikai gondolkodásunk egy relatíve kis embercsoport által van irányítva. Ez ugye Amerikáról beszélés azt írja, hogy egy apró töredéke ez az akkor 120 milliós lakosságnak. Ez az irányító csoport tisztában van a tömegek gondolkodásmódjával és társadalmi működés mintájával, és társadalmi viselkedés mintáival. Ők azok, akik mozgatják a madzagokat, melyek kontrollálják a társadalom elméjét, akik féken tartják a régi társadalmi erőket, és új módszereket találnak ki annak érdekében, hogy kordában tartsák és irányítják a világot. Az informatikai korszak beköszöntével, ez ugye Information Age informatikok korszakának hívják, az információ eddig példátlan módon állítható elő és terjeszhető. Ezzel párhuzamosan növekszik ezen eszközöknek a variációja, illetve az ehhez való hozzáférés. Egy példa erre egyébként a War on Drugs, vagyis a Drogháború, vagy a kábítószer ellenes háború az Amerikai Egyesült Államokban de egyébként minden választás szintén egy politikai eszköz, illetve a kampány, ami ehhez vezet. A nyugati társadalomban egyébként a televízió, a reklámipar, az újságírás mind-mind hozzájárulnak a social engineering vagy a társadalmi manipuláció folyamatához. Íme egy nagyszerű definíció social engineeringre, mi szerint social engineering nem más, mint a központi tervezés használata annak érdekében, hogy társadalmi változást idézzünk elő, illetve szabályozzuk a társadalom jövőbeni fejlődését és viselkedését. Ez a gyelet reklám, amit láthatatok, a legjobb, ami egy férfi lehet, egy iskola példája annak, ahogyan social engineering működik. Már évekkel ezelőtt próbáltam elmagyarázni mindenkinek azt, hogy szinte nincs is olyan gondolat a fejünkben, amely eredeti lenne. Az a mennyiségű információ, amely mindannyiunkat ér a világból, az formálja az emberek gondolkodás módját. Természetes az, hogy vannak pozitív és vannak negatív információk attól függően, hogy honnan közelítjük meg. Amit a többség gondol, vél, hisz, vagy pedig cselekszik, az mindig rossz. A többség soha nem találja el, hogy mi a helyes út. Ezért ők a többség, vagy az úgynevezett átlag. Az átlag pedig definíciójánál fogva közönséges. Ha megnézzük a szótári jelentését az ordinárjának, akkor láthatjuk azt, hogy ez általános vagy pedig közönséges, szokásos, szokványos. Ezek tehát még ha nem is szinonimák, de igen hasonló jelentésű szava. Szóval miért is akarna valaki szokványos, közönséges általános vagy átlagos lenni. Az egyetlen oka ennek az, hogy az ember így el tudja kerülni a kiközösítést és azt, hogy nevetség tárgyává váljon. Ez az oka annak, hogy a legtöbb ember az átlagot választja és azt a nézőpontot, amelyet a többség elfogad. A módszer, amit a társadalom manipulálói vagy a social engineers alkalmaznak, nagyon egyszerű. Ez az úgynevezett hegeli dialektus. Probléma, reakció, megoldás. Ez az, amit próbálok elmagyarázni az embereknek, hogy mindenki, aki részt vesz a társadalmi mozgalmakban, a tüntetésben, vagy bármiben, ami arra irányul, hogy megváltoztassa a társadalom egészét, hogy jobbá tegye a világot, az része a problémának. A társadalom irányítói ezt akarják. Ez a lényege a hégeli dialektusnak vagy probléma megoldásnak. Generálnak egy problémát annak érdekében, hogy elérjék azt a végeredményt, amit ők már nagyon-nagyon rég elterveztek. Megfigyelni ezt így külső szemlélőként tragikus, ugyanakkor hálás vagyok a teremtőnek azért, hogy felhívta a figyelmem erre, és én nem válok a probléma részévé, és nem veszek részt ebben a szélmalomharcban. Ez a hegeli probléma megoldása egy dialektus egyébként George Wilhelm Friedrich Hegelről kapta a nevét, aki egy német filozófus, illetve egyetemi tanár volt. Hegel rendszere szerint a világszellem az elsődleges, a természet, mint az önmagától elidegenedett szellem pedig másodlagos. Tézis, úgy, mint eszme, antitézis, természet szintézis az önmagára találó szellem társadalmunk irányítói és manipulálói ezt a rendszert alkalmazzák. Kitalálják, hogy mi az, amit szeretnének először. Ahogy mindannyiunknak kellene, meghatározni a célt. Ezután meghatározzák az odavezető utat, hogyan kell a társadalmat ebben az esetben manipulálni annak érdekében, hogy eljuthassunk a célállomáshoz. Milyen folyamatokat és akciókat kell ehhez véghez vinnünk. Ezután pedig generálnak problémákat, amik majd ezekhez a reakciókhoz vezetnek, hogy végül eljussanak a célhoz. Visszafelé dolgoznak. Ezért mondom azt, hogy előttünk járna. Úgy alakul az életünk, ahogyan ők azt eltervezték már réges-régen? Hiába magyarázza nekem bárki, hogy én lebeszélem az embereket arról, hogy változtatni próbáljanak az életükön, vagy pedig pessimista a világnézetem. A helyzet az, hogy én azon kevesek közé tartozok, akik értik, hogy hogyan működik a világ. Én realista vagyok próbálja megérteni mindenki azt, amiről beszélek, és úgy szemléje a világot ezután, ezen a szemüvegen keresztül. Értse meg azt, hogy a magyarországi tüntetések csak részét képezik ennek a módszernek. Próbáljon mindenki elvonatkoztatni attól, amit gondol, érez, hisz vagy vél ezzel kapcsolatban. És csak az eseményeket figyelje mindenki kizárólag. Ez a reakció, amit láthatunk, ebből a hármasból mi a reakciónak vagyunk most a szemtanúi. Generáltak egy problémát az úgynevezett rabszolga törvénye. Tudták, hogy az lesz, ami lett. Azért, mert ismerik azt, hogy hogyan működik a társadalom, és hogyan működik a tömeg. Mindenki ismeri ezt, csorda szellemnek hívja. Tisztában vagyok azzal, hogy ez fájdalmas hallani, de azok, akik részt vesznek ebben, sajnos az emberiség túlnyomó többsége így vagy úgy harcol valamiféle célért, hogy a társadalmat jobbá tegye. Ők részei a problémának, ezt próbálom elmagyarázni. Generálnak egy problémát, akik irányítják a világot, hogy kiváltsanak egy reakciót, és a végén elérjék azt a célt, ami az új világrend, a Novus Ordo Seclorum, amit elmagyaráztam korábban. Remélem, hogy így érthetőbb és világosabb, hogy mi az, amiről beszélek. Minden, amit a társadalom csinál, előre ki van számítva. De hagyj mutassak egy példát arra, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Ooh, piece of candy. Remélem, így már érthető. Soha nem is volt választási lehetőségünk, soha nem is volt demokrácia. Minden, ami történt a történelem során egy manipulációnak az eredménye volt. Az a csoport, aki irányítja és uralja a világot az ellenség segítségével, mindig is e cél érdekében dolgozott hogy létrehozzanak egy egységes világrendet, ahol mindenki az ellenséget kénytelen választani. Az, aki nem akar része lenni ennek a világrendnek, ilyen vagy olyan okoknál fogva az terrorista lesz, vagy extrém, vagy őrült, de így vagy úgy ki lesz közösítve ebbe. Nem kívánatos személy lesz, és már láthatjuk a jeleit ennek, hogyha körülnézünk, nem is kell annyira figyelni. Egyrészt a legtöbb ember retteg attól, hogy a társadalom nem fogja elfogadni valami oknál fogva Másrészt pedig nem vagyunk képesek arra, hogy megéljünk a társadalom nélkül. Nem tudnánk ellátni magunkat, legalábbis a legtöbben. Mindvégig ez volt a cél. Az a csodálatos számomra, hogy az emberek hogy nem értik meg még mindig, mikor már ennyiszer megmagyaráztam különböző perspektívából megközelítve ezt a dolgot. Mostanra jutottunk el odáig, hogy be vagyunk kerítve. Egyrészt minden, amit a legtöbb ember tud hazugság, másrészt az összes faktor, ami közrejátszik abban, hogy az ember el tudja látni magát, úgy tűnik, hogy kicsúszott a kezünkből. Ez a Gillette reklám egy nagyszerű példa arra, hogy hogyan is működik a social engineering, vagy a társadalom manipulálása a gyakorlatban. Elmagyarázzák nekünk, hogy az úgynevezett toxic masculinity, ami szó szerint annyit jelent, hogy mérgező férfiasság, illetve szexuális zaklatás, és az úgynevezett MeToo mozgalom, ami szintén része a social engineeringnek, a fejünkben azonnal kapcsolatba hozható a férfiakkal. Ezért mutatnak férfiakat. Sőt, hogy egyértelmű legyen, fel is teszik a kérdést, hogy ez a legjobb, ami egy férfi lehet? A probléma ezzel az, hogy az összes dolog, amit említettek, mind-mind manipuláció és hazugság eredménye. A legtöbb férfi nem követel nemi erőszakot, nem is akar, a legtöbb férfi nem zaklat senkit szexuálisan, férfiasság pedig nem lehet mérgező definíciója alapján. Egy férfi egyszerűen csak olyan, mint egy férfi, egy nő, meg egyszerűen csak olyan, mint egy nő. Ezt lehetetlen elmagyarázni, hogy hogyan működik ez a mechanizmus, ahogyan manipulálják a társadalmat az összetettsége miatt. Értse meg mindenki, hogy bár jelentéktelennek tűnik ez az egy reklám, de a nap 24 órájában, propagandában vagyunk tulajdonképpen füröztve. Ez megy az oktatási rendszerben, ez megy a szórakoztatóiparban, a reklámiparban, a médiában és a politikában. Minden, amit az ember tud a világról, hazugság és manipuláció, vagyis social annak érdekében, hogy egy kívánt hatást elérjenek a társadalomban. Ezután bemutatják, ahogyan kiközösítik az embert, vagy cikizik az iskolában, vagy bárhol máshol, mint ezt csak férfiak csinálnak. Ez a legtöbb gyereknek a sajátossága szerintem. Úgy gondolom, hogy ez egy természetes viselkedés, nyilvánvalóan kell, hogy legyen egy határa, ahol meg kell állítani, de az élet tele van csalódásokkal és fájdalmas eseményekkel. Úgyhogy jobb, hogyha az ember hozzászokik ehhez, mert ezt nem lehet elkerülni. Az a társadalom, mint a miénk, ami megpróbálja ezt elkerülni, az úgy fog kinézni, ahogyan azt az 1984-ben George Orwell leírta. Az egyetlen módja, hogy ezt kiküszöböljük, az az, hogyha mindenki egy dolgot gondol, és elfelé haladunk. Most az emberek úgy gondolják, hogy ők annyira különlegesek, meg mindenkinek megvan az egyénisége, meg a saját gondolatvilága, nem értvény meg azt, hogy lényegében és alapvetően mindannyian egyformák. Átlagosak, közönségesek. Egyébként pedig, hogyha figyelünk, akkor jelek mindig elárulják azt, hogy ki az, aki a háttérben dolgozik. Értse meg azt mindenki, hogy nincsenek véletlene. Olyan esetben, amikor több 10 millió dollárról van szó, mint ez a reklám például, hogyha belevesszük a reklámidőt, amit meg kell vásárolni meg a felületeket, nincsenek véletlene. Az ellenség pedig imádja megmutatni, hogy ki az, aki a háttérből uralja a világot. Ahogyan azt a Bird Box vagy Madonna a dobozban filmmel kapcsolatban is megjegyeztem, észreveheti mindenki, hogy a negatív karakterek kivétel nélkül mind fehérek, még a rajszönben is. Sőt, az nem is elég, hogy fehérek, ráadásul mindannyian férfiak. Kivétel nélkül mindig, mindenhol. Ahogy mondtam, az ellenség megmutatja, hogy ki az, aki a háttérben áll, még hogyha nem is mondja ki, mert hát ugye azt nem teheti meg, hiszen hazudnia kell. De a jelek, a szimbólumok, a színek, a számok mindig elárulják. Persze csak akkor, hogyha az embernek megvan a megfelelő tudása ehhez, és kikutatja ezeket a jeleket, ugyanis egyébként ezek rejtve maradnak előlünk. Ez egy kifejezetten káros reklám, pontosan azért, mert egy nagyon kis kisebbség viselkedését rávetíti a többségre. Úgy, hogy megpróbálja elhitetni az emberekkel, illetve elhiteti az emberekkel, hogy ez egy átlagos viselkedése a férfiaknak. A másik probléma pedig az, hogy elfelejtik közben azt, hogy kettőn áll a vásár. Ha valaki nem öltözik úgy, mint egy prostituált, akkor nem fogják prostituáltnak nézni. Ha nem viselkedik úgy, mint egy szajha, akkor pedig nem fogják szajhának nézni. És úgy kezel. De ha rendőrnek öltözök, akkor az utcán oda fognak jönni hozzám az emberek, hogy segítséget kérjenek, hogyha baj van, mert úgy nézek ki, mint egy rendőr. Úgyhogy ezt az apróságot elfelejtik velünk közön. És minden, ami egy kisebbség viselkedése, most úgy tűnik, hogy a férfi általánosságában ilyen, ez az, amit ők Mérgező vagy veszélyes férfiasságnak hívnak. Toxic masculinity. Kivétel nélkül fehér mindenki azok, akik ezen nevetnek. Többségük természetesen férfi. Szóval a férfiak így viselkednek, és ráadásul még tetszik is nekik ez a viselkedés mód. Ez folytatódik azután az irodában, ugye ezt mansplaining-nek hívják Angliában. A társadalom ugyanis olyan primitív stádiumban van, hogy bármit el lehet velük hitetni. Ez a jelenség az, amikor egy férfi elmagyaráz, hogy mi az, amit egy nő akart mondani. Nem mintha ez fordítva nem fordulna elő soha, vagy a többséges csinálná úgy általában, de a lényeg nem ez. Az a lényeg, hogy a fehér férfi az egy negatív karakter a társadalomban. A nő pedig egy áltatlan áldozat, aki nem tehet semmiről. Elnyomás alatt él évezredek óta, és most végre itt a lehetősége arra, hogy kitörjön. Éli a szomorú életét a férfi árnyékában, és most végre itt a lehetősége arra, hogy kitörjön. A fiúk fiúk maradnak, ugye ezt ismétli mindenki, mikor látják a gyerekeket. Verekedni kivétel nélkül mindenki fehér férfi? Miért is lenne probléma, hogyha a fiú úgy viselkedik, mint ahogy egy fiúnak viselkednie kell? Nem ez a lényege az egésznek, hogy a fiú, fiú, a lány meg lány? Vagy tényleg valaki olyan sötétségben él, olyan ostoba és tudatlan, hogy azt hiszi, hogy a kettő egyforma? Vagy hogy egyformának kellene lennie? mi értelme lenne, hogyha egyforma lenne, minek van két különböző? <laughs> az emberek olyan ostobák és tudatlanak, hogy fájdalmas egyébként. Miért ne verekedhetnének a gyerekek? Mi probléma van azzal? Nem azt mondom, hogy hagyjuk, hogy megöljék egymást, de az a legritkább esetben fordul elő, hogy egyáltalán bármi sérülés történik. Pont ez a lényege. Ez különbözteti meg a két neme. Amit a társadalom manipulálói és machinálói szeretnének, az minden ami ellentétes az úgynevezett természetes rendel, ami mellesleg a teremtőnek a rendje. Az ellenség az, aki a háttérből kreálja az ő saját új világrendjét, ami teljesen ellentétes azzal, amit a teremtő meghatározott az úgynevezett Bibliában, ami az ő rendje. Ezért van az, hogy a társadalom lépten nyomon beleütközik abba az ősi szabályrendszerbe, amit a teremtő lefektetett a kezdet kezdetén. Vagy e szerint élünk, vagy a világ szerint élünk. Átformálják a gondolkodásunkat erre a perverz gondolkodásmódra, erre az aberrációra, amit társadalmi normának hívna. Politikailag korrektnek, köztudatnak. Érdekes módon a The Young Turks csatornát mutatják, ahol különböző szexuális zaklatás vádakat sorolnak fel, és az erről szóló híreket mutatják be. Az embereknek meg kellene érteni azt, hogy a média száz százalékban kontrollált és része a propagandának. Minden egyes hír, amit a tévében látunk, azért van ott, mert azt akarják, hogy ott legyen. Van egy cél, amit szeretnének elérni, és ennek érdekében problémát generáljanak, hogy kiváltsák a reakciót, ami elvezeti őket a célhoz. A média ennek a manipulációnak az eszköze. Teljesen mindegy, hogy mi az, ami a médiában van. Minden a propagandát és a társadalom átalakítását szolgálja kivétel nélkül minden. A média nem más, mint egy színház. Az egész egy hazugság. Sőt, a nagyja mellesleg pont olyan, mint a színház színészekkel. Nem mondom, hogy minden, ami ott van, az meg van játszva. Én azt mondom, hogy amit bemutat a média, azt azzal a célral teszi, hogy elérjék a kívánt reakciót. A nagyja természetesen hoax, úgy értem, hogy a legnagyobb események mindegyike az. A kisebb hírek pedig úgy vannak manipulálva, illetve a vélemény úgy van róluk kialakítva, hogy használja az ügyet színészek azok, akik elmondják a véleményüket számunkra. Például Terry Crews. Terry Crews egy színész. Érthető, amit próbálok mondani? Ide is van írva. Színész. Aktivista. NFL játékos. És még mindig nem esik le a legtöbb embernek, hogy a világ egy színház, és minden, amit látunk a szemünk előtt, az a manipulációnak a része. Színészek azok, akik előadják nekünk, hogy mi az, amit gondolnunk kellene. És a többség, a tömeg tudatlanul követi ezt. Ebben a jelenetben egy fehér férfi szól valamit ezeknek a lányoknak, egy fekete pedig megvédi őket, azért, mert így manipulálják a tömegeket egymás ellen. Ugyanaz a szituáció itt, egy fehér férfi utána szól a nőnek, a fekete pedig megvédi. A legborzasztóbb az egészben az, hogy ártatlannak tűnik. Pontosan ez a lényege a hazugságnak és annak, ahogyan az ellenség működik hogy az egész ártatlannak tűnik, és nehéz észrevenni. Ezért nem látja a legtöbb ember, mert van egy hájog a legtöbb ember szemén. Nem értik, hogy mi a valóság, mert nem fordítanak rá elég időt, mert nem szeretik eléggé az igazságot. Nem kutatják azt ki. Ez az apa azt mondja a lányának, hogy I am strong, azaz erős vagyok, aztán a lány elismétli. Ezzel sugalmazván azt, hogy a nők erősek, és erősítvén a feminista mozgalmat, ami már így is lerombolta azt, az egyensúlyt, amit a Teremtő felállított a két nem között. A legtöbb nő elhitte, hogy ő olyan, mint egy férfi, és úgy kell viselkednie. Sőt, ha egy nő úgy viselkedik, mint egy férfi, azt ünnepeljük, ha a férfi úgy viselkedik, mint egy férfi, az már toxic, masculinity, vagyis mérgező, vagy veszélyes férfiasság. És igazuk van abban, hogy azok a fiúk, akik ma néznek, azok lesznek a holnap férfiai és a legjobb, amit egy férfi elérhet, az az a magatartás, amit ők bemutatnak, amilyen amúgy is a férfi. A legtöbb férfi szétválasztja a verekedést, a legtöbb férfi megvédeni azt a gyereket, a legtöbb férfi nem követel nem erőszakot, nem zaklatja szexuálisan a nőket, szóval minek ez kihangsúlyozni? Azért, mert manipulálják az emberek agyát, elhitetvén, hogy a legtöbb férfi olyan negatív, amilyennek ők beállították, és nekünk ezt meg kell valahogy akadályoznunk amit csinálnak, az generálnak egy problémát annak érdekében, hogy kiváltsanak egy reakciót, hogy elérjék a célt. A legtöbb ember nem érti ezt, de a teremtő megalkotta a férfit és a nőt különbözőnek, és megadta nekik a szerepeket a kezdetekkor, és mi ezt nem boríthatjuk föl. Akár mennyire is harcolunk, nem fog sikerülni. Az, ami most történik, az a primitív, szánalmas aberrát magatartás, ahogyan a társadalom viselkedik, annak az eredménye, hogy szembefordultunk azzal a rendel, amit a teremtő a kezdetektől meghatározott számunkra. A nő nő, a férfi meg férfi, különböző szerepekkel, funkcióval, viselkedéssel, anatómiával, képességekkel. Mind a kettőnek megvan a saját szerepe a társadalomban, hogyha nem lenne meg, akkor egyszerűen csinálhatott volna csak két egyformát. Tanítani szeretett volna bennünket a kettő különbözőségével, és azzal, ahogyan a kettőnek meg kell találnia a harmóniát a kapcsolatukban, hogy működőképessé tegyék azt. De mi elfelejtettük ezt, mert mi kialakítottuk a saját világnézetünket, a saját szabályrendszerünket, és az szerint élünk és annak láthatjuk az eredményét az utcákon, és abban, ahogyan felnő a következő generáció. Tehát igazuk van, hogy a ma gyerekei figyelnek, és ők lesznek a jövő felnőttjei. Ez az, amit látnak. Ezek lesznek a jövő felnőttjei. Ők számukra nem lesz férfi vagy nő, nekik teljesen mindegy lesz. Lesz 70 különböző, nem? Egyik nap ez vagyok, a másik nap az vagyok. De ez a társadalom nem működhet. Mindeközben az ostoba többség a teremtőt hibáztatja mindenért, ami negatív a világban. A háború, a betegség, az éhínség, a szenvedés neki semmi köze nincs ehhez. Ő megmondta, hogy mi az az életmód, amit ő elvár, leírta a szabályrendszert, és azt is megmondta, hogy ha nem úgy élünk, akkor ő el fog fordulni tőlünk. Neki nem kell beavatkoznia, amennyiben elfordulunk attól az úttól, amit ő kijelölt, automatikusan rákerülünk egy másik útra, mivel csak két út van. A keskeny út, ami a szűk kapuhoz vezet, és a széles út, ami a tágas kapuhoz vezet. Az egyiken az élet, a másikon a kárhozat vár. Csinálhatjuk azt, amit akarunk, ezért van szabad akaratunk. Ha azt csináljuk, amit mi akarunk, ha mi vagyunk azok, akik felállítjuk a normát, akkor így fog kinézni a világ. Mit tehet erről ő? Nem ő az, aki ezeket a dolgokat előidézi, mi vagyunk azok, akik előidézzük ezt a dolgot. Mi vagyunk azok, akik így viselkedünk, akik támogatjuk Ezeket a viselkedésformákat terjesztjük, ünnepeljük, és azt mondjuk, hogy majd mi eldöntjük, hogy mi az igaz, mi a valós, mi a jó és mi a gonosz. Vagy mi a férfi és mi a nő. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, úgyhogy próbálja megérteni mindenki, aki még nem jutott el addig, amit itt hall ezen a csatornán. A világ, amelyet megismert, amelyben él, nem valós. Az egy virtuális valóság. Hazugság hazugságra épül, valótlanság valótlanságot követ. Én tisztában vagyok azzal, hogy nagyon nehéz megtanulni egy új mozgásformát, mikor már megvan a berögzött technikánk. Sokkal több időbe telik, sokkal fáradtságosabb, és rengeteg munkát és kitartást igényel. Ugyanígy van ez, mikor az igazságot és a valóságot megpróbáljuk megérteni. El kell felejtenünk mindent, amit arról tudunk, az egészet le kell formatálni, mint egy számítógépet, és újra fel kell installálni az operációs rendszert és az applikációkat. Ezúttal azonban, helyesen, ezek a videók ebben segítenek. Tisztában vagyok azzal, hogy egy nagyon apró része lesz az az emberiségnek, és hányada, aki ezt fel fogja fogni. De nagyszerű látni azt, amikor valaki felfogja ezt. Azzal is tisztában vagyok, hogy a többség nem fogja soha megérteni, mert nem akarja, azért mert nem szereti az igazságot. Ők azok, akiknek kitalálták a propagandát. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja és shalom.